estét kívánok! Önök a Magyar Világ Kárpát-medencei hírmagazint látják a tartalomból. Emlékülést tartottak a múlt héten szerdán elhunyt Kassa József politikus tiszteletére a Szabadkai Városháza dísztermében. Az eseményen a szerbiai és a vajdasági politikai és közélet több szereplője is megjelent. Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna és Barót lakosságának abszolút többsége véli úgy, hogy pozitív változás tapasztalható a településen. A háromszéki RMDS Kovászna megye 4 magyar városának 10 000 lakóját kérdezte meg a tavalyi évvégi városi konzultáción. A szlovákiai református keresztény egyház nagy mennyiségű segélyt juttatott el Kárpátaljára. A gyűjtés nyomán rekordösszeg mintegy 74 000 euró gyűlt össze a felvidéken a kárpátaljaiak megsegítésére. Híreink bővebben. Emlékülést tartottak a szerdán elhunyt Kassa József politikus tiszteletére a Szabadkai Városháza dísztermében. Az eseményen a szerbiai és a vajdasági politikai és közélet több szereplője is megjelent. A szabadkai emlékülésen az elhunyt hozzátartozói, barátai, pályatársai és tisztelői jelentek meg. Szabadka egykori polgármesteréről a város jelenlegi első embere, Maglai Jenő azt mondta, az, hogy a 90-es években nem történt vérontás Szabadkán Kassa Józsefnek is köszönhető. Másokkal együtt maga is világosan látta, hogy a város több nemzetiségű, több nyelvű és sokvallású lakosságának a legnagyobb ellensége az az állami nacionalizmus, amely felforgatta az addig érvényes együttélés értékrendet. Másoktól viszont azt különböztette meg őt, hogy intézkedni tudott. Volt ehhez valami szerény kis eszközrendszere, és volt valamije, amiből mindenki másnál több volt neki, szíve és bátorsága. És mindez számára tekintélyt biztosított. Zsárkó Koráty, aki az Zorán Gyindzsics vezette szerb kormányban alelnöki posztot töltött be Kassa Józsefhez hasonlóan, kiemelte, az elhunyt nem volt gyáva, hanem bátor volt, mindig kiállt a vajdasági magyarságért. Az emlékülésen Őszi István, aki 1990-től 1993-ig belgrádi magyar nagykövet volt, hangsúlyozta, Kassa József munkásságával azt az üzenetet hagyta hátra, hogy a szerb-magyar határ légiesítése egy járható út, amiért továbbra is dolgozni kell. Kiemelte, az elhunyt tisztában volt azzal, hogy a térségben az erős magyar közösség vajdaság és Szerbia érdeke is. Nagyon egyértelműen kiviláglott ez a határozott törekvése és elkötelezettsége Kassa Józsefnek 1992-ben, amikor a kérdés úgy vetődött fel, hogy vajon az európai államokhoz csatlakozva Magyarország le fogja-e zárni az északi határát, bevezeti a vízumkényszert és ezzel elvágja azt a legfontosabb kapcsolatot, ami Szerbiát és a külvilágot összekapcsolta, és Jóska energikussága, argumentációjára is szükség volt ahhoz, hogy végül is ez a legrosszabb elkerülhető lett. Az eseményen az elhunyt végakarata szerint felcsendült Ludwig van Beethoven örömódája, amelyet a Garden Quartet adott elő. A szlovákiai református keresztény egyház nagy mennyiségű segélyt juttatott el a Kárpátaljára. A meghirdetett összegyházi adománygyűjtés menetéről és annak felhasználásáról tartottak sajtótájékoztatót Kassán. A három kárpátaljai református egyházmegye vezetője személyesen jött megköszönni a több mint 74 000 euró készpénzt, ami egyébként a szlovákiai református közösség eddigi legnagyobb gyűjtése. Ezen kívül több tonnányi tartós élelmiszert is gyűjtöttek. Példának okáért csak a pozsonyi egyházmegye 12 000 fős ügyülekezete 17 tonnát. A szlovákiai református keresztjén egyház nagy mennyiségű segélyt juttatott el Kárpátaljára a meghirdetett összegyházi adománygyűjtés menetéről és annak felhasználásáról tartottak sajtótájékoztatót Kassán. A három kárpátaljai református egyházmegye vezetője személyesen jött megköszönni a több mint 74 000 euró készpénzt, ami egyébként a szlovákiai reformátusság eleddig legnagyobb gyűjtése. Ezen kívül több tonnányi tartós élelmiszert is gyűjtöttek. Példának okáért csak a pozsonyi egyházmegye 12 000 fős reformátussága 17 tonnát. Amellett azt is tükrözi, hogy nagyon fontos éreznünk és látnunk azt, hogy itt mi a Kárpát-medencébe összetartozunk. Hogy nem csupán és kizárólagosan Magyarországra számíthat egy határon túli régióban élő magyar közösség, hanem számíthat a felvidékieknek a támogatására is.
Hallottuk a híreket, járunk Kárpátaljára, barátaink, testvéreink élnek ott, és hallottuk azt, hogy milyen nehéz helyzetbe került a Kárpátalján érő magyarság. Éppen ezért az egyház teljes vezetése döntött amellett, hogy egyházunk diakónia intézményének a segítségével ezt a gyűjtést megvalósítja. Több mint 74 ezer euró gyűlt össze, és többféle módon az ottani egyházvezetéssel egyeztetetten lett fölhasználva ez a támogatás. Nagyon nagy szükség volt erre a támogatásra, mert sok gyülekezeti tagunk nyomorúságos körülmények közt kénytelen élni, ezért egyeztetve a szlovákiai keresztény testvérekkel úgy döntöttünk, hogy ingyen konyhát fogunk működtetni, ahol több száz rászoruló kap heti két alkalommal ingyen ebédet, valamint azt a döntést hoztuk, hogy több ezer rászorulónak viszünk egyszeri élelmiszer csomagot. Egy tűzifa program is megvalósult, amely a parókiák és a gyülekezeti termek, közösségi helyeknek a fűtésére szolgált. A szlovákiai református keresztény egyház diakóniai központjának munkatársai többször is jártak Kárpátalján, hogy meggyőződjenek az adományok felhasználásáról. Elmondásuk szerint jó helyre mentek a segélyek, és jól működtek az adományokból éltetett programok is. Az összegyházi gyűjtésből az elszámolást követően a diakóniai központ számláján 2700 euró maradt. Előzetes egyeztetések alapján a cseh és magyar kollégákkal a megmaradt összeget egy a Donyeckban található gyerekotthon részére ajánlják fel. Én pontosan érzem, hogy mi az a hozzáadott érték. Az, hogy közösségben voltunk, építettük a partneri kapcsolatokat a testvéreinkkel, de nem csak ott, hanem itt is. Ez egy építő időszak volt, amikor tudtunk beszélgetni, tudtunk egymásra figyelni, és el tudtuk mondani. És ugyanúgy, amikor szervezték itt nálunk a gyülekezetekben, akár élelmiszer gyűjtetek a Pozsonyi Egyház megye, összefogtak. És azt szerintem ez az érték, ami lehet, hogy sokkal többet jelent, mint azt, hogy valami összeget összegyűjtöttünk és átadtunk. A szegénység sokszor lelki gazdagsággal párosul, és ennek megtapasztalásával tértek haza a felvidéki adakozók, maguk is épülve, erősödve, fűzte hozzá Ibos Henriett, a diakóniai központ vezetője. Felmérték a gyülekezeteket, a gyülekezet tagjait, és még ebből az összegből támogatásból szeretnénk a hátrányos helyzetű családokon segíteni. A szlovákiai református keresztény egyház zsinatának 2015. decemberi határozata alapján az összegyházi adománygyűjtés a Kárpátalján élő református testvérek megsegítésére a 2016-os évben is tovább folytatódik, mégpedig a Kárpátalja nincs egyedül program cím alatt. Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhelyi Kovászna és Barót lakosságának abszolút többsége véli úgy, hogy pozitív változás tapasztalható a településen. Kovászna megye 4 magyar városának 10 000 lakóját kérdezte meg a háromszéki RMDS a tavalyi évvégi városi konzultáción, amelyen 2 témakörben kérték ki a lakosok véleményét. A háromszéki RMDS által szervezett városi konzultációnak kedvezményes honosításról és a települések problémáiról kérdezték a sepsiszentgyörgyieket, kézdivásárhelyieket, kovásznaiakat és a barótiakat. A konzultációból kiderül, hogy a háromszéki városi lakosság körében magasabb az állampolgárságot igénylők száma, a felnőtt lakosság 42%-a már megkapta, további 12%-a igényelte vagy készül kérni a magyar állampolgárságot. A sepsiszentgyörgyi és kovásznai polgárok kiugró arányban, de a kézdivásárhelyiek és a baróti lakosok is úgy vélik, fejlődött a település, ahol élnek. Az emberek véleményeivel összhangban próbáljuk a munkánkat is végezni, mindig odafigyeltünk, és az derült ki, hogy utat és hidat kell építeni, az egészségügyi rendszert rendbe kell tenni, és igen, foglalkozunk a képzésekkel, kenyérkereseti lehetőséget adó képzésekkel a háromszéki emberek számára, hiszen fontos a munkahelyteremtés, egyáltalán a megélhetés kérdésköre. A helyi RMDS tevékenységével a legnagyobb mértékben Baróton elégedettek az emberek, legkevésbé Kézdivásárhelyen. A válaszadók valamivel több mint fele a munkahelyteremtést jelölte meg, mint a legfontosabb kérdés, amellyel a szövetségnek foglalkoznia kell. Úgy tűnik, hogy minden városban az az érzésük az embereknek, hogy van előrelépés, van fejlődés, viszont még mindig ott vannak azok a problémák, amikkel foglalkozni kell. És ezek elsősorban a megélhetéshez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz kötődnek, és ugyanez van amúgy
országos szinten is ugyanez van, erdélyi magyarok szintjén is, sőt, hogyha jobban megnézzük, akkor európai szinten is például a munkalehetőségek az, ami a leginkább foglalkoztatja az embereket. Novemberben és decemberben 10.219 kérdőívet töltöttek ki, ez a városi háztartások egy harmadát jelenti. A sajtónak tartott kiértékelésen elmondták, konzultációról van szó, ezért nem reprezentatív a minta, de a nagyszámú válasz miatt az eredmények mindenképpen relevánsak. Farsangkergetés volt tegnap a Bánáti Szent Mihályon. A beöltözött gyerekek a szüleikkel együtt vettek részt a felvonuláson, amelyet a Fúvó zenekar kísért. A rendezvényt a József Attila Művelődési Egyesület, az Ifjúsági Szervezet és az Általános Iskola közösen szervezte. A farsangi felvonulás után, amit Szent Mihályon farsangkergetésnek mondanak, a gyerekek papírra vetették és tűzbe dobták a félelmeiket. A tél előzése után most már szorongás nélkül várják a tavaszt. A körmenet után a fiatalok tüzet gyújtottak a gyerekeknek, és a nevelőnénivel úgy beszéltük meg, hogy csináljuk az idén azt, hogy a gyerekek a félelmüket dobják a tűzbe, és talán ez ilyen érdekes az aprója a gyereknek, hogy valami szimbolikusan a félelmüktől megszabaduljanak. Az idei farsangkergetésen zömében óvodások és kisiskolások vettek részt. A legkisebbek a szüleikkel jöttek el a télűző vigasságra. A gyerekeimmel jöttünk ide a farsangkergetésre, kislányommal Violával és a Szilárddal, a kisfiammal. Hát én apukának öltöztem be, amikor Tatit próbáljuk itt elképezni a farsangon, a gyerekek pedig szakácsok, vagyis hát kis kukták lettek. A végén, mivel hogy hát az időjárástól is mindig függ, hogy hát mivel is tudnak öltözködni, mert hát rétegesen kell kabát, sapka, kesztyű, hál' Istennek most nem annyira. A Szent Mihály iskolába az óvodásokkal együtt összesen 90 gyerek jár, a falu minden megmozdulásán megjelennek. Ez a hét is farsangi hangulatban telt el az iskolában, maszkokat készítettünk, jelmezötleteket gyűjtöttünk, csörgőket készítettünk a farsangi felvonulásra, a tél előzésére, és a gyerekek nagyon szívesen részt vesznek ezekben az aktivitásokban. A legkisebbek örültek a legjobban a télűző vigasságnak. Persze csak anyakam századikon mentünk. A Szent Mihályi Fúvós zenekar tagjai a farsangi rendezvények rendszeres kísérői. 13-szor voltak a Magyar Itta Béi maszkajáráson. Hát az előtt, amikor farsangot kergettik, az egy kicsikét hangulatosabb, meg több személy volt, több fölnőtt volt beöltözve. Már azt mondjam, úgy mondjam, hogy a fiatalság közül ottan a 20-25 évig is elfogta őket, meg még voltak házas párok is beütözve, minyasszom meg vőlegén nélkül nem volt sosé. Az 1000 lakosú Szent Mihály főként a kertészeiről ismert. Sokáig a vidék egyik legéleterősebb magyar közösségeként tartották számon, újabban azonban itt is érezhető az elvándorlás. 13 településről mintegy 800 résztvevő gyűlt össze a hétvégén Gyergyóditróban, hogy elbúcsúztassák a telet a 24. Hargita megyei farsang búcsúztató keretében. Gyergyóditró utcái zenétől, népdaloktól, siratóasszonyok kiabálásától, maszkák kúrjongatásától voltak hangosak. A hétvégén ugyanis Ditróban búcsúztatták el a telet a Hargita megyeiek. A hagyományokhoz híven a program része volt a fánk, a zsíros kenyér, a forralt bor fogyasztása, a tánc, a műsorok, na meg a jó kedv. Ezek az ünnepek azért is fontosak, mert egy kicsit tudjuk feledni a mindennapi gondokat, és egyúttal arra is tudunk gondolni, hogy közösségben együtt sokkal könnyebb tervezni, sokkal könnyebb átlépni a gondokon, a bajokon, és a farsang arról is szól, hogy elhajtjuk, elküldjük a rosszat. A székelyruhát viselő felvonulók, maszkák és zenészek kíséretében vonultak végig a községen. Mindenik csoport bemutatta a településére jellemző hagyományos farsangi játékot. Harangoznak hajaje, jönnek a papok lássaje, jaj! A
vannak homotosaink, cigányaink, káposztát vivő fiatalember, és piros virág, fehér virág és bábakolás. Piros virágot a legények szokták hordani, a fehér virágot a komoly szeretővel rendelkező fiatalemberek, a bábakolásot régebben pedig a vénlegények. A végén mindenik település képviselői elégették szalmabábújukat. Abban az időben, amikor tilos volt valamikor 89 előtt ünnepelni, Ditróv akkor is megünnepelték. Tehát Ditróv talán az egyedüli, és Hargita megyében is azt mondhatnám, majdnem az egyedüli, akik akkor is kiálltak az útra, és megmerték csinálni azt, amit akkor nagyon tilos volt. Úgy is volt, emlékszek, hogy bujkálva a rendőrök elől a maszkurák a tömbháza környékén bujkáltak, és úgy is felöltöztek, és megcsinálták ezt a hagyományt. Az ünnepségnek helyszínt biztosító Gyergyó Ditró önkormányzati vezetője átadta a stafétát a szentegyháziaknak, jövőre ugyanis ők szervezhetik meg a 25. jubileumi Hargita megyei farsang búcsúztatót. Teltház volt szombaton az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör jubileumi ünnepségén. Rangos belföldi és külföldi vendégek jelenlétében a kultúrkör 25 éves fennállását ünnepelték Óbecsén. Az óbecsei polgárok kezdeményezésére 1991-ben újra alakult, és Petőfi Sándor nevét vette fel a 80-as évekre elsorvadt kultúregyesület. Egyesületünk olyan missziót választott magának, amely a mai világban próbára teszi a leglelkesebb embereket is. Jelenünkben ugyanis, amikor az általános értékrendek merőben megváltoztak, és hamis ábrándokat kergetnek a fiatalok, akkor a vezetőség próbált vállalni egy olyan feladatot, hogy zászlóvivőként mutat példát, hogy miként lehet összekötni a múltat a jelennel. Ma 350 tagja és több szakköre van a kultúrkörnek, ahol a hagyományápolás mellett társas és modern táncot is lehet tanulni. 6 éves korom óta itt táncolok a kultúrkörben, a modern tánc szakcsoportban, és egy barátnőmnek a hívására érkeztem ide. Azóta is önfeledten gyakorlom ezt a tevékenységet. A kultúrkörben a legtöbben a néptáncosok és énekesek vannak. Kicsik és nagyok egyaránt a második családjukként élik meg ezt a közösséget. Így mindenkinek, tehát egy jó kedvet hoz a barátok, a társaság ide köti, már beleéri magát, szeretnek táncházakba is járni, nem tekintik ezt szégyennek, ami egy nagy szó, mert általában ugye a gyerekek a táncot is, és a néptáncot, az éneklést, azt nem szokták annyira szeretni, de itt Óbecsén mindenki szívügyének tekint, és mindenki szívvel, lélekkel ezt nagyon-nagyon magas színvonalon próbálja elsajátítani. A jubileumi műsort magánszemélyek mellett a Budapesti Nemzeti Kulturális Alap és az Óbecsei Önkormányzat támogatta. A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 2008 óta adja át a Csemadók életműdíjakat azoknak, akik sokat tettek a felvidéki magyar kultúráért. Az idén 4-en kapták meg a díjat, köztük Nagy Elza. Nagy Elza azt mondja, viszonylag későn került kapcsolatba a pozsonypüspöki csemadokkal, hiszen középiskolás éveit Érsekújvárban töltötte, így kicsit kiesett szülőfaluja kulturális életéből. 1965-ben aztán egy színdarabnak köszönhetően bekapcsolódott a szervezet munkájába. A helyi színjátszók Jókai aranyemberét készültek bemutatni, de hiányzott egy szereplő. A legrosszabb szereplőre, Atáliára nem volt személyük, és akkor rászedtek, hogy menjek játszani színdarabot, és azt elvállaltam, és tulajdonképpen ettől a ponttól kezdve, mert utána nem csak a színjátszás volt, hanem a vezetőségbe is automatikusan beválasztották, mert látták, hogy akar az ember csinálni, meg tenni valamit, és akkor elkezdődött a körforgás, ami a mai napig is tart. Nagy Elza idáig 21 esztendőt töltött a pozsonypüspöki alapszervezet élén. Mint mondja, mindig a minőségre és nem a mennyiségre törekedtek, ennek ellenére évente legalább 18 rendezvényt szerveznek, ebből 6 hagyományos, évente ismétlődő, a többi pedig aktuális. Büszkék vagyunk rá, mert azért Pozsonyban, mert ugye most már város rész vagyunk, pozsonypüspöki, a főváros városrésze, ugye itt rengeteg a kínálat kultúrából,
akár magyarból is. Bőségzavara van tulajdonképpen, de büszkék vagyunk arra is, hogyha rendezvényeink vannak, azokra mindig nagy számú közönség jár el, és támogatnak bennünket, mert tulajdonképpen az ő jelenlétük a visszajelzése annak, hogy mostan érdembe vagy nem érdembe dolgozunk. Pozsony püspöki lakosságának összetétele jelentősen megváltozott a II. Világháború óta. 1945 után az Ófalu 8000 lakosának 60%-a magyar volt. Több mint 300 magyar családot Magyarországra telepítettek. Előtte már folyt a csehországi deportálás, és később felépült a két nagy lakótelep. Ez tovább csökkentette a magyar lakosság arányát. Manapság a 22000 lakos számláló városrészben mindössze 15%-nyi magyar él. Mi nem hivatkozhatunk arra, hogy magyar település vagyunk, vagy magyar község, úgyhogy nekünk többszörösen kell azért dolgozni, hogy eredményeket érjünk el. És nekünk az volt a szerencsénk, hogy Pozsonypüspökiben mindig éltek kimagasló személyiségek, és azok mind a csemagatokat támogatták. Így tett többek közt Nagy József festőművész is, aki több mint 50 éven át kézzel írta a helyi alapszervezet krónikáját, és grafikái díszítették a meghívókat, vagy Dobos László, Takács András, Mészáros Alajos és sokan mások. Színjátszás, tánccsoport, irodalmi estek, író-olvasó találkozók. Ezekhez a hagyományosnak mondható rendezvényekhez társult később a kitelepítettek és deportáltak találkozója, az alapszervezet által alapított csemadokdíj, a kiadványok megjelentetése és a közönségformáló kirándulások itthon és külföldön egyaránt. Burgenlandban vannak barátaink, a bécsi magyar klubbal tartjuk, aztán brünni magyarokkal is van ilyen baráti szerződésünk, oda is ellátogatunk évente. Az eredményes munkához ütőképes csapat kell, és ebben Elza szavai szerint sosem volt hiány Pozsonypüspökén. Igaz, most kicsit nehezebb fiatalokat toborozni. Teljes odaadással kell végezni, és felelősségteljesen. És amit a legfontosabb az, hogy ez a munka éppen erre felelősségteljességre vitte rá az embert. Tudjunk az embereknek adni valamit, és hogy azok az emberek azt a valamit élvezzék is. Azt hiszem, hogy ez nekünk sikerült. Nagy Elza segítőtársaival, ahogy a krónikák is bizonyítják, sok-sok sikeres rendezvényt valósított meg, és összekovácsolták a pozsonypüspöki magyarságot, ez a helyi politikában is megnyilvánult. Óváros részben büszkén mondhatom, hogy mindig csak magyarok kerültek be a helyi képviselőtestületbe, úgyhogy ez is olyan büszkeséggel tölt el, de ez annak köszönhető, hogy a csemadok által mi a magyarságot megfogtuk, és akkor azok leadják a voksukat. Akárhogy is számoljuk, Nagy Elza 50 éve dolgozik a pozsonypüspöki csemadok berkeiben. Nem bántam meg a mai napig se, annak ellenére, hogy akik a csemadokban dolgoznak, azok mind tudják, hogy azt bérmentve kell csinálni, és csak lelkesedéssel lehet. És ami a másik dolog, hogy ezt a kultúrát, ha csináljuk, akkor csak úgy érdemes, ha valami magas színvonalra emeljük, tartjuk, és azt aztán tudjuk vinni végig. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is, itt a Magyar Világban. A viszontlátásra!